Ahogy tippeltem, augusztusban nem jelent meg ez a Crash Bandicoot-os mobilos játék az On The Run, viszont szeptember 1-én érkezett néhány tweet, amit meg is néz. Éppen 1-én érkezett pár órával ezelőtt, habár ezt a videót később töltöm fel, ezt írták Twitteren, figyelem, szükségünk van a segítségetekre abban, hogy elkészítsük a Crash On The Run, a legkirályabb Crash játékot. Hogyha 18 éves elmúltál és van iOS készüléked, akkor érhetsz engedélyt, hogy csatlakozz a beta tesztes közösséghez, ezen a cím. Szóval lehet most már beta tesztelni, hogyha 18 évet betöltöttük, illetve iPhone-unk van. És itt még egy további tweetet is írtak. Ne aggódj, hogyha jelenleg nem választottak ki téged, minden Bandicoot rajongót szeretnénk, hogy a játék fejlesztésének a része legyen. Több esély lesz arra, hogy hamarosan újra bekapcsolódj. Szóval, ja, nézzük is akkor, hova vezet ez az oldal. Ez az oldal fogad itt minket, 13 kérdés van kell, és megpróbálok ide belépni, ha bár az iPhone-ról nem biztos, hogy fel tudom venni a játékmenetet, de azért mindenképp éppen megpróbálok csatlakozni, hiszen láttátok már az alfa verziót is már közé tettem a csatornán, és azt is teszteltük, elmondtam nektek róla, viszont ez itt már a beta verzió, már közeledik a megjelent. Regisztrálhatunk arra az esélyre, hogy teszteljük a Crash Bandicoot On The Run. Kössük be a cipőfűzet, és a gatyánkat is kössük fel mindenki. Keményen dolgoznak a mobilos játékon, ahol öreg barátokkal találkozhatunk, és kell néhány új barát, aki beugrik. Elég vadas itt a helyzet, lesz mindenféle Crash rajongónak itt hely, hogyha még sosem voltál beta tesztbe, akkor is jelentkez. Bármilyen tapasztalatod van a bugok keresésében, vagy pedig szándékosan tönkretenni a játékot, akkor szóljál nekünk. Hát én amúgy, amikor készítettem az alfa verzióról a videókat, mondtam, hogy na itt találok mindig valami problémát, vagy ilyesmiket így mondtam, szerintem akkor azt a tapasztalatot jelentik. Ez csak angolul lesz elérhető, és Apple-nek a test flight módját fogják az iOS készülékeken. Alá kell írni egy NDA-t, az NDA az a rövidítése a Non-Disclosure Agreement-nek, és az azt jelenti, hogy nem lehet közzé tenni semmit, hogy tehát, hogy titoktartási kötelezettség, ahol nem áll. Na jó, van, hát, na jó, attól én még részt akarok venni, és nyilván ennek van egy határideje, ha megjelenik a játék, akkor szerintem beszélhetek majd róla, de majd elolvasom ezt a titoktartási szerződést. Jó, ez komolyabb, mint gondoltam. Tehát tényleg 18 év felett kell, hogy legyél, hogyha ezzel a dolgokkal oké, vagy akkor mire vársz? Hát kezdjük el akkor, ez komolyabb, mint következő dolog. Mondd el, hogy hány éves vagy, hát én 15 között. Most, hogy tudjuk a korodat, mi a neved, az igen. E-mail címet kérdeztek, azt, hogy használhatják-e azt az e-mail címet, amit megadtam, hogy küldenek nekem infókat a tesztről, persze. Körülbelül mennyi időt töltesz mobilos játékok játszásával? Nincsen rossz válasz, csak szeretnénk változatos embereket választani. Hát én legutóbb a Call of Duty mobillal játszottam, meg jelenleg is játszogatok úgy vele, de már kevesebbet, mint amikor videókat készítettem. Viszont amikor a Crash Bandicoot mobillal játszottam, akkor elég sokat játszottam, de szerintem a naponta kevesebb, mint egy óra, vagy pedig 1 és 3 óra között szerintem. Azért egy órát azért szerintem, vagy régebben 1 és 3 óra között, amikor van valami újdonság, akkor nyilván, de mostanában úgy már kevesebb. Azt jelöltem, hogy kevesebb, mint egy óra. Milyen platformokat használok mobilos játékokra? Mindkettőt használom. Következő. Milyen iOS eszközöm van? Fújt nekem melyik is. Mindig elfelejtem, de nekem ez az iPhone-om, de mindig elfelejtem melyik. Beállításokban megtaláltam az általános infón belül. iPhone 6S, ezt írja a modellnév, iPhone 6S. Úgyhogy rámegyek erre. Szerintem nem a plusz, hanem csak simán. Beta teszteltem már? Igen, ez voltam is. Szerintem mutattam is a Call of Duty Modern Warfare-be, ott úgy voltam. Amit már így videóban is közöltem. Itt van, hogyha volt beta tesztes tapasztalatunk, akkor milyen volt? Azt mondja, hogy beta mindegyik rendszer bent volt, de még nem volt balanszolva. Vagy pedig végső beta volt, és a játék már nagyjából kész volt. Szerintem mind a kettőt így írhat. Jó. Játszottam már Crash játékkal korábban. Akarok játszani a Crash 4-jel is. Játszottam a Crash 3-mal, Team Racing. Ezek igazok rá. Okay. Melyik országban élek? Ez egy Magyarország. Milyen fajta játékos vagyok? Casual, csak mókázni akarok, ez igaz. Hardcore, mert hardcore anyom, hát az kompetitív versengős, hogyha van egy leaderboard, akkor én akarok legfelül lenni, hát ez azért nem mindig, mert azért szeretek minél jobb lenni, de nem küzdök annyira, hogy mindig legfelül legyek. Tudományos akarom, hogy hogyan működnek, na ez igen, ilyeneket szoktam. Közösségi, meg akarom osztani másokkal a játékot, igen ez is. Hardcore az most nem tudom, mert én amúgy valamikor tényleg sokat játszok, de nem szerintem ez a 3, ez elég lesz. Hajlandó vagyok minimum 1 órát egy hét
héten tesztelni a játékot, megosztani a véleményeket, és amit látok, azt titokba tartom, amíg megjelenik. Until the game launches around the world. Amíg megjelenik a világba a játék. Igen, persze. Várja, most ez mi? Ez kettő. Igen, nem kiléptem, ez egy trükkös kérdés. Hát persze, hogy igen. Na most itt mit válasz? Ez viccesebb. Hát persze, hogy ez persze. De nem tudom, hogy most akkor nem fognak komolyan venni. Hát mi? Ez egy trükkös kérdés. Hát persze. Jó, és akkor itt van, wow, bezúztad magad a szívünkbe az érdeklődéssel a beta tesztelésbe, figyeljem a közösségi média oldalakat és az e-mailemet. Ok, hát akkor kész vagyunk, na jó, ha? Csak jött egy új hír, a Google Play-en gondolom még mindig lehet előregisztrálni, de most már az App Store-on is lehet, itt van, csatlakozz a beta pro, és itt már le is cserélték ezt a képet, most már itt van, csatlakozz a beta pro. Na jó van, hát ennek szerintem mindannyian örülhetünk, hogy van előrelépés ebbe a Crash on the Run-ba. Kíváncsian várom, hogy akkor bevesznek-e, és akkor majd mindenképpen valamilyen videót fogok közzé tenni. Nyilván akkor a szerződés miatt nem sokat mondhatok arról, hogy mi történik ott, vagy hogy mik vannak a játékban, de annyit szerintem mondhatok, hogy igen, bekerültem, vagy nem kerültem. Hú, szóval szurkoljatok, sok szerencsét, azt elfogadok, találkozunk le.